Békjóba vert lábú lovakat hajtanak az út mentén, valahol Ukrajnában. A lovak nem értik, miért nem nyargalhatnak szabadon, szerte a réten, az erdőben. A lovak nem tudhatják, hogy az árkon túl, a fák között, mikroszkópikus méretű sugárszennyeződések alakjában a halál leselkedik rájuk. A lovak nem tudhatják, hogy az út vége Csernobil. Lassan négy esztendeje lesz annak, hogy a csernobili atomerőmű negyedik energiablokkjának atomreaktora máig sem egészen tisztázott körülmények között felrobbant, és a katasztrófa következtében 90 Hiroshima-ra elegendő radioaktív szennyeződés került a levegőbe, s ezt a szél foltokban szétterítette előbb az erőmű környékén, majd attól távolabb. A szennyeződés eljutott Európa majd minden országába. Varsóban és Budapesten épp úgy beléregezhették, mint Csernobilban és Kijevben. A legszennyezettebb terület az úgynevezett 30 kilométeres sugarú zárt övezet, a zóna, itt kezdődik. Különös államhatár ez, határőrökkel, vasfüggönnyel, sorompóval. Mindenki a saját felelősségére léphet át rajta, feltéve persze, ha megszerezte a szükséges beutazási engedélyt. Ez már a zóna. Mintha mi sem változott volna az egy esztendővel ezelőtti állapotokhoz képest. A kijelölt útvonalról letérni szigorúan tilos. Már az útpatkán is sugárszennyeződés tapadhat a kerékre, a cipőtalpra. Életnek semmi jele, leszámítva a fákat, de azok is betegek, s a föld, amelyben gyökereznek, mérgezett. Az evakuált lakosság elhagyott falvait lassanként benövi a gaz. A sorsukra hagyott házak magukba roskadva várják a pusztulást. Tájkép nukleáris csapás után. Csernobil. Sziget az óceánban. Az egyetlen település a több ezer négyzetkilométeres holt államban, ahol némi élet van. Itt már autóbusz is jár. Igaz, kutatókat és energetikusokat szállít, mert Csernobilnak nincsenek más lakói. Ők is váltják egymást. A sugárzás nem tűr hosszas maradást. A zónában tartózkodásnak megvannak a maga szabályai, s nem árt, ha ezeket komolyan veszi az ember, ha csak nem akarja kockára tenni egészségét, életét. A lakást rendszeresen fertőtlenítik, a lakót orvosok vizsgálják, sugárterhelést ellenőriznek, nyilván tartanak. Csernobil és környéke egyetlen hatalmas laboratórium, ahol az ember azért kísérletezik, hogy bebizonyítsa, képes a sugárzástól visszahódítani elvesztett földjét. Itt mindenki kutató és kísérleti alany egy személyben. Ez a busz viszi majd a Magyar Televízió forgatócsoportját a zóna közepén elterülő 10 kilométeres sugarú belső övezetbe, amelynek területére a legnagyobb mennyiségű nukleáris szennyeződés hullott. Egyes részein emiatt ma megállni sem tanácsos, gyorsan tovább kell hajtani, és így az ember abba a hitbe ringathatja magát, hogy a sugárzásnak, amely érte, nem lesznek következményei. Csernobil határában kezdődik a 10 kilométeres övezet. Ez az út, amelyet naponta tisztítanak, fertőtlenítenek, az övezetben álló atomerőművet köti össze a külvilággal. Itt már nem látni járókelőket, parkoló gépkocsikat. Mindenki siet, hiszen mindenki kockáztat. Itt már a sugárzás a korlátlan úr, mindent és mindenkit hatalmában tart.
A sugárzást nem lehet érzékelni. Ezért a félelem előbb-utóbb rutinná, a kockázat szenvedélyé válik. Az ember hamar megfeledkezik a veszélyről. Előttünk a csernobili atomerőmű. E sivár, élettelen birodalom, életteli zajos székhelye az atomerőmű. Három energiablokk termeli éjjel-nappal a villamos áramot, amely hazai és külföldi lámpákba varázsol fényt. Az első blokkba tartunk. A baleset után új biztonsági rendszerrel látták el a reaktorokat. Ezek a korábbi 12 helyett már 2 másodperc alatt működésbe lépnek. A mai napig sem derült fény arra, hogyan történt a baleset. Hivatalosan határozottan cáfolják, hogy akkor éjszaka a 4-es blokkban katonai kísérletet végeztek volna. A szakértők az elavult RBMK-típusú reaktort hibáztatják, mondván, vészhelyzetben biztonsági rendszere lassan reagál, és az esetleges emberi hibával szemben tehetetlen. Ön szerint kollégái, akik a baleset éjszakáján a 4-es blokkban dolgoztak, hogyan követhették el a végzetes hibát? A kollégáim nem követtek el semmiféle hibát. Ők mindent tőlük telhetőt megtettek. Feladatukat maradéktalanul végrehajtották. Pedig azzal vádolják őket, hogy megsértették az előírásokat. De ezzel én nem értek egyet, egyáltalán nem. Ezek szerint ön sem tudott volna más tenni a helyükben. Úgy van, csak azt tehettem volna én is, amit az előírások megkövetelnek. De ha valami meghaladja az erőnket, ami már fizikai képtelenség, ott nincs mit tenni. Kollégáim igenis minden tőlük telhetőt megtettek akkor éjszaka. Nincsenek irigylésre méltó helyzetben az erőmű dolgozói. Csupán néhány fal választja el őket a haláltól, amely a 4-es blokk sugárzó romja között telepedett meg. A csernobili erőmű igazgatóját a baleset után elítélték és bebörtönözték. Az új igazgató Leningrádból érkezett. Indult a közelmúltbéli képviselőválasztásokon, de vereséget szenvedett. A választók ugyanis azt szerették volna, ha az erőmű bezárása mellett tesz hitet. Erre azonban nem volt hajlandó. És az emberek félnek. Az ukrán környezetvédők szerint Csernobilban a katasztrófa óta már több alkalommal le kellett állítani a reaktorokat, hogy elkerüljenek egy újabb balesetet. Sajnos a laikusok azt hiszik, hogy a reaktor biztonsági rendszere csak vészhelyzetben kapcsol be. Igen, valóban, a baleset óta nálunk Csernobilban, de más szovjet atomerőművekben is több alkalommal működésbe lépett a biztonsági rendszer. De ez így van rendjén. Amikor a reaktor működése közben bizonyos paraméterek eltérnek az előírtaktól, a biztonsági rendszer leállítja a reaktort. Van-e garancia arra, hogy ezután nem ismétlődik már meg az emberi hiba? Beavatkozhat-e a személyzet még most is a reaktorban zajló folyamatokba? Igen, az ember még mindig kétségtelenül beavatkozhat, bár most már sokkal kevésbé. Technikai és szervezeti jellegű intézkedéseket hoztunk, amelyek korlátozzák a beavatkozást. A módosított előírások értelmében az atomerőművek személyzetének ma már nem szabad olyan műveleteket elvégezniük, melyeket 1986. április 26-a előtt még megengedtünk. A sors kegyetlen iróniája, hogy egy kietlen sivatagban éppen az atomerőmű az élet oázisa. Az atomerőmű, amelynek fölrobbant reaktora üldözte el innen az életet. A civilizáció utolsó erődítménye ez a sugárzás birodalmában.
és védői makacsul kitartanak. Húsz emeletnyi betonkolosszus, egy méter vastag falakkal. Az ott a szarkofág. Belsejében a reaktor roncsai, a hajdani négyes blokk romjai, és közel 200 tonnányi radioaktív sugarakat kibocsátó nukleáris fűtőanyag, amelynek minden gramja másodpercenként radioaktív részecskék milliárdjait sugározza ki. A szarkofágban óránként több ezer röntgen a sugárzás. Már 600 röntgen is azonnali halált okoz, a reaktorroncs megközelíthetetlen, s a katasztrófa után mégis voltak, akik a közelébe mentek. A szarkofágot emberek építették, közülük ma már jó néhányan nincsenek életben. De meghalt az a kijevi operatőr is, aki az első napokban itt forgatott. A szarkofág építésének egyik irányítója, Legaszov akadémikus pedig kórházi ágyában önkezével vetett véget életének. A radioaktív sugarak nem sietik el. Hagynak időt kiszemelt áldozatuknak, higgye már túl van a nehezén, csak ekkor csapnak le rá. Arra kérem, magyarázz el nekünk, egészen pontosan milyen épületeket láthatunk ott a háttérben? Amit itt látunk, ez az épületegyüttes a szarkofág. Vagy, ahogyan mi hivatalosan nevezzük, a balesetet szenvedett négyes blokk és az atomreaktor maradványait magában rejtő építmény. Ott most a Kurcsatov Atomfizikai Kutatóintézet munkatársai három tudományos programon dolgoznak. Az elsőt gyakorlatilag már befejezték. Földerítették, fölkutatták, hogy a szarkofág falain belül, a betemetett romok alatt pontosan hol, milyen mennyiségben és milyen állapotban találhatók még sugárzó nukleáris fűtőanyag maradványok. A következő lépésben megvizsgáljuk a szarkofág és az egész építmény állóképességét, teherbírását. A baleset éjszakáján a négyes blokk épülete a hatalmas robbanás következtében részlegesen megsérült. Ezért most meg kell akadályoznunk, hogy a szarkofág belsejében a romos épület maradványai összeomoljanak, tehát meg kell erősítenünk az egész beton szerkezetet. Különleges jelentőség van a harmadik programnak. A szarkofág jövőjéről kell ugyanis döntenünk. Két változat lehetséges. Az első szerint a szarkofágot itt, ezen a helyen, ahol most áll, betemetnénk. Egészen pontosan új szarkofágot építenénk fölé. Ebben az esetben azonban belsejében továbbra is ott maradnának a sugárzó nukleáris fűtőanyag maradványai, a nukleáris szennyeződések. Az új szarkofágot aztán gondos megfigyelés alatt tartanánk. A második javaslat értelmében a szarkofágot le kellene bontani, és a belsejéből össze kellene gyűjteni a nukleáris fűtőanyag maradványait. Elszállítani, elásni egy erre kijelölt, előkészített területen. Itt a szarkofág helyén csak egy zöld mező maradna. Egyértelmű válasz. Erről a helyről pontosan mit látunk? Nos, egyértelmű válasz még nincs. A munka tovább folyik. Hogy innen mit látunk? Nos, ott az elektromos vezeték tartóoszlopánál a négyes blokk hajdani géptermének épületét. Pontosabban ennek az épületnek egy részét láthatjuk. A reaktorban történt robbanás részlegesen megrongálta a gépterem falát és tetőszerkezetét. 1989-ben új tetőt építettünk fölé. Láthatja azokat a zöld tartóelemeket. Ez megakadályozza, hogy az építmény belsejéből sugárzó szennyezett porfelhők kerüljenek a levegőbe, és hogy csapadék jusson be az épületbe. A hajdani négyes blokk épületében, például a gépterem helyiségében tartózkodhat ember? Hát a gépterem nem éppen sétatér, alig ha kívánkozik oda be akárki is. Előfordul azonban, hogy bizonyos feladatok elvégzésére mégis oda kell menni, és az embereink mennek. Kísérőink nem kis meglepetésére egyszer csak közbelépett a szarkofág őre. A Magyar Televízió forgatócsoportja, engedélyük van, hogy itt forgassanak. Hivatalos program keretében tartózkodnak itt, előzetesen egyeztettünk mindent. Épp most jártak az erőműben, ott is forgathattak.
Értem, köszönöm. Megmondanám, mit őriznek itt? Hogy mit őrzünk? Igen. Az atomerőmű külső területét, vagyis nem magát az erőművet, illetve annak épületeit. Azokat a belügyesek őrzik. Mi a biztonsági érség vagyunk, az erőmű környékére vigyázunk. Ön hova való? Hogy én ide a 30 kilométeres zónába, már vagy 14 éve az erőműben dolgozom. Itt volt a baleset idején is? Nem, a baleset idején éppen szabadságon voltam. Most meg tovább dolgozom itt. Ezek szerint szerencséje volt? Hát egy kicsit. Május 16-áig voltam szabadságon, de aztán visszajöttem ide. És most hol él? Most a baleset után Kijevben adtak szükségszállást, most meg... Hát szóval ide-oda vet a sors, pedig mondom magának, 14 éve itt dolgozom Csernobilban. Meg is ígérték a lakást, a baleset előtt 30 évet ledolgoztam már, és mégsem adtak lakást. Azt mondják azért, mert nem vagyok nős. Nem is értem én ezt. Meg kéne nősülni. Ugyan nem a nősüléssel van a gond, hanem az erőmű vezetői minden szépet és jót megígérnek, de a sok ígéretből semmi sem lesz. 70 igénylőre most is adtak összesen 11 lakást. Hogyan élnek itt maguk? Hogy élünk? Mert ez elég feszült lehet itt a helyzet. Hogyan hat önökre a szarkofág közelsége? Hogyan? Megmondom magának őszintén, hisz, ahogy mondják, mi is csak emberek vagyunk. Innen távolabb az ember többé-kevésbé normálisan érzi magát, de itt, ahol 12 órát kell egyhuzamban letölteni, 2-3 órán belül kivörösödik mindegyikünk arca a feszültségtől, de ezzel itt nem törődnek. Milyen feszültségre? Milyen feszültségre? Elektromos feszültségre? Az is van, mert 20-25 méterre járunk a 750 kilovoltos vezetékektől, de nem csak erről van szó. Azt mondják nekünk, nincs már szennyeződés, tiszta itt már minden, tiszta. De hát tudja, hogy van. Már megbocsásson, de ön is tisztában van azzal, hogy szigorúan ellenőrzött zónában tartózkodik. Hát persze. És ezt senki sem mondja, hogy itt minden tökéletesen tiszta. Ilyen a helyzet. Igen, igen. Hát persze, majd kiderül, de akkor is azt mondom, az erőmű vezetői nem sokat törődnek velünk a 15. biztonsági alegységgel. Hát például a lakás. Úgy gondolom, hogy a Magyar Televízió nem lehet döntőbíró ebben a kérdésben. Na nem, hát nem. Tudom, és én magyar vagy milyen televízió. Az erőmű és a dolgozók kapcsolata nem tartozik ide. Amúgy hát az ellátásra nem lehet panaszunk, ruhát is adnak. Néha. Mi van? Ön is itt dolgozik? Igen, itt, sofőr vagyok. Konkrétan hol? Az erőműben? Az atomerőmű gépállomásán. Mikor jött ide dolgozni? 1988. januárjában. Honnan? Kijevből. No és hogy érzi itt magát? Nem veszélyes? Hát, mit mondjak magának? Nem veszélyes? Dehogy nem veszélyes. De mit tegyen az ember? Kijevben 150 rubel kerestem. Ide kellett jönnöm, mert itt mennyit keres? Most, hogy már letöltöttem egy kis időt, havonta 400 rubelt. Ez elég soknak tűnik. Hát, hogy mondjam, ahhoz képest, amennyit Kijevben kerestem, lehet, hogy soknak, de 150 rubelből mégiscsak nehezebb kijön. Itt meg még lakást is adtak, Slavutyicsba. Persze, hogy elégedett vagyok. Kijevben lakásom sem volt. A szülőkkel éltünk. Most legalább már többé-kevésbé normális körülmények között élünk. Kijevben máshogyan alakul az életem, lehet, hogy nem jövök ide. Én meg azt hallottam, hogy az emberek elmennek a veszélyes helyekről. Ezek szerint jönnek is ide? Nem félnek? Hogy mondjam, az anyagiak miatt jönnek. Főleg az anyagiak miatt. Kijevben én azért a 150 rubelért alig kaptam valamit. Pedig családot kell eltartanom. Feleségem, gyerekem van. Az egészsége hogy szolgál? Egyelőre nem panaszkodhatom. Orvosi vizsgálatra eljár? Mondjuk egy évben egyszer. Hát igen, évente egyszer meg kell jelennünk egy orvosi bizottság előtt. Megvizsgálnak minket, vért vesznek tőlünk, sebészhez megyünk, minden orvos megnéz minket, mármint ebből a bizottságból. Amúgy meg, hát, egyelőre semmi bajom. Hát meglátjuk, mi lesz aztán. Hát ez van. Most még minden rendben.
Köszönöm. Kérem. Minden jót. Itt a zónában más értelmet kapnak a szavak. A búcsú szavak is. És ezt tudja búcsúzó is, és akitől búcsúztak. A szarkofákhoz ilyen közel először járhat külföldi forgatócsoport. A magas sugárzás miatt ember itt csak nagyon rövid ideig tartózkodhat. Akik a szarkofágot építették, távolról, Moszkvából, Szibériából érkeztek, pár perc alatt elvégezték egy munkafolyamat egyetlen fázisát, hogy aztán azonnal visszarepüljenek Moszkvába, Szibériába. Pár perc leforgása alatt olyan sugárdózist kaptak, amilyet normális körülmények között csak egész életük folyamán szerezhettek volna. Helyüket mások foglalták el. Ha szerencséjük volt, még élnek. Így épült ez a 20. századi piramis, ez a szarkofág. A falak mögött a halál. De hogy mikor lehet onnan kiűzni, azt még a Kurcsatov intézet minden tudó fizikusai sem képesek megmondani. A szarkofág, ez a látszólag mozdulatlan építmény, valójában vasbeton elemek közé szorított lüktető test, amelynek szíve a halálos sugarakat kibocsátó nukleáris fűtőanyag. A szarkofág mélye 1000 Hiroshimára elegendő radioaktív részecskét rejt. A szarkofág belsejében itt, ezen a ponton van most a legmelegebb. Ezen a helyen a hajdani gépterem épületének tartóelemei alatt rejtőzik ugyanis egy tömbben a legnagyobb mennyiségű sugárzó nukleáris fűtőanyag. Beslésünk szerint mintegy 60 tonnány. Hangsúlyozni szeretném, hogy a mérések és a belső hőmérséklet megfigyelése alapján megállapítottuk, a nukleáris fűtőanyag 96%-a az épületen belül maradt. Tudja, sokan aggódtak, hogy amikor felrobbant a 4-es blokk reaktora, hatalmas mennyiségű sugárzó nukleáris fűtőanyag került a levegőbe, a környezetbe. Beslései szerint a reaktor nukleáris fűtőanyagának legfeljebb 4%-a hagyta el a 4-es blokkot. Nos tehát, itt ezen a ponton van a legmelegebb, 120 Celsius fok. Innen távolodva a hőmérséklet fokozatosan csökken, 100, 60, 40, 30, egészen 20 Celsius fokig. Itt távolabb már a szarkofág falainál természetes úton beszűrődő levegő hűti a reaktor rongyait. Képletesen szólva, olyan ez, mint a sztyeppén hagyott tűzrakás. A hamu alatt ugyan még izzik a parázs, azonban a levegő fokozatosan lehűti, elhamvasztja. Milyen magas a szarkofágban a sugárzás? A szarkofágban nagyon eltérő a sugárzás. Ott, ahol a nukleáris fűtőanyag maradványok rejtőznek, óránként több ezer röntgen. Ezektől távolabb, például a szarkofág falain kívül, ott, ahol a személyzet is dolgozhat, óránként néhány röntgen. Persze meg kell, hogy jegyezzem, ide is csak különleges feladatok elvégzésére mehetnek emberek, műszereket helyeznek el, illetve erősítenek meg. Mennyit visel el az ember? Magas sugárzásról lévén szó, különleges vállalkozást jelent ott dolgozni. 15-30 percnél tovább ember ott nem tartózkodhat. Mi most egy új szarkofág tervein dolgozunk. Ez az újabb szarkofág vagy 100 esztendőre konzerválná a 4-es blokk romjai alatt maradt nukleáris szennyeződéseket. Úgy gondolom, 100 esztendő múltán az emberiség már képes lesz arra, hogy megfelelő technikával, biztonsággal el tudja távolítani a nukleáris szennyeződést a szarkofágból.
A robbanáskor a 4-es blokk 2000 tonnás tetőszerkezete rázuhant a reaktorra és szétroncsolta azt. Annak idején egy ukrán lap bírálta a 4-es blokk építőit, hanyagul végzik munkájukat. Ha a tető erősebb, a robbanás ereje nem tudja leszakítani, így a szennyeződések az épületen belül maradnak és nem borítják be Európát. Ha, csupa nagybetűvel. Mozaik kép a Kijevi Atomkutató Intézet homlokzatán. Az ember igyekszik megszelídíteni és saját szolgálatába állítani a radioaktív sugarakat. Itt dolgozik egy régi ismerős, Yuri Coglin, aki szintén egy évszázadot jósol a szarkofágnak. Talán addig az emberek megtalálják a módját, hogyan bontsák le a szarkofágot és távolítsák el belsejéből a nukleáris szennyeződést. De ha nem, meg lehet újabb száz esztendőre konzerválni kell az egész építményt. Most még nehéz megmondani, mi lesz a szarkofággal. Minden esetre ez a két lehetőség van. Ezek szerint a jövő nemzedékei is öröklik majd a szarkofágot. Igen, fogalmazhatunk úgy is, hogy a jövő nemzedékei öröklik a szarkofágot. Azonban hozzátenném, ez az örökség már nem lesz nyomasztó teher. A szarkofág inkább valamiféle piramis. A katasztrófa az emberi ballépés sajátos emlékműve. Ez rá a találó kifejezés, azt hiszem. A szarkofág már nem jelent semmiféle veszélyt? Sugárszennyeződés nem kerülhet ki a levegőbe? Nem, sugárszennyeződés a szarkofágból most már nem kerülhet ki. De hát, mint mondottam, a szarkofág sem tökéletes építmény. Ha minden folyamat normálisan zajlik, a szarkofágba természetes úton bekerült levegő egy hűtő és szűrőrendszeren átjut ki a szabadba. Veszélytelen körforgás ez, hiszen kiszűrjük a levegőből a nukleáris szennyeződéseket. Baj csak akkor történhet, ha a szarkofágban található romhalmaz omlani kezd, és hatalmas tömegben rázuhan a nukleáris hasadóanyag maradványaira. Ennek következtében ugyanis a szarkofágban nagy kiterjedésű nukleáris porfelhő száll fel, aminek kijutását ez a rendszer már nem képes megakadályozni. Hogy ez ne következzen be, szigorú ellenőrzés alatt tartjuk a szarkofágot, nyomon követjük viselkedését. A kérdőjelek sokasodnak. Az emberiség úgy lép a 21. századba, hogy nem tud mit kezdeni egy reaktor roncsaival. Betonba önti, elássa, földbe tapossa. Mindezt megteheti, de nem tud megszabadulni tőle. Hold birodalom a szarkofágon túl. Itt minden úgy maradt, ahogy a baleset után hagyták. Még ez az úthenger is, mintha csak a munkásokra várna, de senki nem jön már ide-vissza. Tábla figyelmeztet, az útról lelépni életveszélyes, a föld sugárszennyezett. Ez a két fa ma megközelíthetetlen, a baloldalival a sugárzás végzett. Meghagyták, mert emléke szent, a háború alatt a németek akasztófának használták. Ezen a területen a katasztrófa előtt hatalmas fenyőerdő állott. Harckocsikkal taposták a földbe, mert a nukleáris szennyeződés néhány nap alatt pusztította a fákat. Ezzel az egyetlen fenyővel azonban sem a sugárzás, sem a szennyezett talaj nem tudott elbánni. Görcsösen ragaszkodik létéhez, s ma már tűlevelek, az élet apró jegyei kezdik elborítani ágait. Így nézett ki a fenyves a baleset után. A zónabeliek vörös erdőnek keresztelték el, sugárzás okozta színelváltozása miatt. Az iménti felvételeket természetesen nem mi készítettük. Akitől kaptuk, itt dolgozik a Kijevi Növényfiziológiai és Genetikai Intézetben. Csernobil miatt sokszor meggyúlt a baja a hatóságokkal Dmitri Godzinski professzornak. 1986-87-ben a könyvtárakból elkobozták azokat a lapokat, amelyek kritikus hangvételű cikkeit közölték. A baleset következményei jellemző, hogy nagyon sok olyan növényt találtunk, amelynek bizonyos részei óriásira nőttek. Találtunk olyan faleveleket, amelyek méretei elérték a normális 3-5-6 szorosát.
sőt, még ennél nagyobb levelek is előfordultak. Különösen sok óriás méretű tölgy, nyári hársfa és berkenye levele gyűjtöttünk össze, rengeteget, még 1987-ben a balesetet követő esztendőben. A sugárfertőzött növények életében ezt követően egy újabb periódust figyelhettünk meg. Különös anomáliák, morfológiai, alakitorzulások, fejlődési rendellenességek jelentek meg. A levelek, a virágok és általában a növények érthetetlenül furcsa módon viselkedtek. Különös torz alakot öltöttek. Időnként megdöbbentően szörnyűséges torz növényekkel találkoztunk. Külsejük nagyon eltért a megszokott növény alaktól. Most már elkezdődött a beteg növények életében a harmadik periódus, amelynek folyamán a torz kinövések egyszerűen elpusztulnak és megkezdődik a lassú gyógyulás. 1989-ben már azt tapasztaltuk, hogy a természet fokozatosan magához tér. Mind a fejlődést, mind pedig az alaki elváltozásokat illetően. Különleges kertészet a zónában. A tragédia előtt ezek az üvegházak az erőmű dolgozóit látták el friss zöldséggel. Ma beteg növények tárházai. Sugárfertőzött fenyők magjait ültették itt el. A fenyő a sugárzással szemben különösen érzékeny növény. Ezek a csemeték íme az első pillantásra egészségesnek tűnnek. Nézze például ezeket a rendkívül hosszúra nőtt tűleveleket. Látja? 10-12 cm-esek pedig. Igen, nem normális jelenség. Ilyen hosszú tűleveleket. Aztán nézze csak meg a tűlevelek tövét. Mindez a sugárzás következménye? Igen, a sugárzás következménye. Nézze csak a tűlevelek tövét. Egy tőből kettőnek kellene fakadni. Itt viszont három. Sőt, előfordul, hogy annál is több nő. Nem normális jelenség, nyilvánvaló torzulás. Ez azt jelenti, hogy az újabb fenyőgenerációk is öröklik majd ezeket a tulajdonságokat, vagy csak ennél az első generációnál lesznek torzulások. Az első generációnál még csak morfológiai alakitorzulásokat fedeztünk fel. A következő generációnál viszont már genetikai torzulásokra lehet számítani. Azért is válogatjuk ki a torz növényeket, hogy megfigyeljük, milyen mutációk jelentkeznek, és képet kapjunk arról, hogyan változik előfordulási arányuk. A természetben sugárzás nélkül is akadnak ilyen mutációk, de csak nagyon ritkán. Itt viszont majd minden növény esetében valamiféle torzulás figyelhető meg. Természetesen az állatok sem menekülhetnek meg a sugárzás ártalmaitól. A házi állatok között az utóbbi időben egyre több a torz szület. A malacok, a borjak, a csikók, de általában minden tenyész, illetve házi állat újszülöttei között egyre gyakrabban találunk torz szülötteket. A macskák, a kutyák és házi szárnyasok sem jelentenek kivételt. A torz szülöttek előfordulási aránya egyes helyeken különösen magas. Hogy ez genetikai elváltozások vagy a sugárzás morfológiai hatásának a következménye, még nem egészen világos. Véleményünk szerint a torzszülöttek arányának növekedése az úgynevezett forró részecskék szervezetbe kerülésével magyarázható. Ezek a nukleáris fűtőelem részecskék, nukleáris égéstermékek bejutnak a vérbe, a szervezetbe, a vérrel pedig a méhlepénybe, ahol megégetik, elpusztítják a magzat egyes sejtcsoportjait. Ennek következtében az embrionális fejlődést torzulások, rendellenességek kísérik. Kétségbe vonhatatlan tény, hogy a torzszülöttek száma az utóbbi időben megnövekedett. Az állatokat ábrázoló előbb látott felvételeket septében készítették amatőrök. A hatóságok ugyanis gyorsan megsemmisítik a torzszülötteket. Úgy vélik, azelőtt is születtek torz állatok, csak éppen senki nem törődött velük. Most viszont mindenki minden bajért, szerencsétlenségért, betegségért és halálért Csernobilt okolja. Mintha korábban nem robbantottak volna atombombákat a légkörben, mintha a földet nem mérgeznék amúgy is nitráttartalmú műtrágyákkal, mintha a hőerőművek és a gépkocsik nem ontanák amúgy is az egészséget romboló füstöt. Csak hogy
Csernobil pusztítása látványosabb, mint a kipufogó gázok okozta ártalmak. És az ember már csak olyan, hogy a láthatatlan sugárzástól jobban fél, retteg, mint a füsttől. Smog miatt még egyetlen várost sem zártak be. Mi most egy olyan településre közeledünk, amely a katasztrófa után kapta a szomorú jelzőt, zárt város. A holtváros, Pripyat. Valaha 50 ezer embernek adott otthont. Ma külön szöges drótkerítés veszi körül, még itt a 30 és 10 kilométeres zárt övezet közepén is. Kapuit rendőrök őrzik. Fölöslegesen. Errefelé már valóban a madár se jár. Pripyat házait tavaly még fűtötték, életben tartva a reményt, lakói talán majdan még visszatérhetnek a számüzetésükből. Idén már nem jön ide a meleg, leálltak a távfűtéssel. A város lassú, de biztos pusztulásra ítéltetett. Házai idővel megrepedeznek, megrodjannak, hogy végül összeroskadva átadják magukat a könyörtelen enyészetnek. Századok múltán a régészek a Pripyat folyó partján rátalálnak egy hajdani város viszonylag éppen maradt romjaira. Lelkesen ássák ki, tisztítják meg egy letűnt, elveszett neki civilizáció, egy szenzációs leletét. Minden esetre nem árt majd, ha a régészek megfelelő mérőműszert is hoznak magukkal, mert Pripyat város romjai még évszázadok múltán is radioaktív sugarakat fognak kibocsátani. A régészek talán több információval rendelkeznek majd a katasztrófa következményeiről. Azt a mai napig sem tudni pontosan hányan is haltak meg sugárfertőzés következtében. A Környezetvédők Csernobil Szövetsége szerint eddig legalább 300-an. Ugyanilyen maga biztosan állítanák akár azt is, hogy már több mint 500-an haltak meg. Érti? Ez a szám egy tisztán matematikai művelet eredménye. A Csernobil Szövetség kijevi kongresszusának néhány résztvevője felszólalásában megemlítette, hogy a katasztrófa következményeinek elhárítására 1986-ban Csernobilba érkezettek közül ennyien és ennyien már nincsenek életben. Egyszerűen összeadták a felszólalók által közölt számokat, és kihozták ezt az eredményt. Sajnos a sugárbetegek kórházába idén már nem engedték be stábunkat. Az orvosok elfoglaltságára hivatkoztak. Első naptól igyekeztek titokban tartani a katasztrófa méreteit. Tudjuk például, hogy a Szovjetunió egészségügyi minisztériuma, a harmadik vagy a negyedik főosztály titkos körlevélben tiltotta meg az egészségügyi intézményeknek, hogy a sugárzásról bármiféle információ a nyilvánosság elé kerüljön. Az orvosoknak megtiltották, hogy közöljék a végzett vizsgálatok eredményeit.
Nem csak a már meghaltak száma ismeretlen, de az is, hányan fognak még meghalni. Tételezzük fel, hogy 1 millió emberben mindenki egy REM egységnyi sugárdózist. A REM egy röntgennyi sugárdózis biológiai ekvivalense. 1 millió személyre tehát összesen 1 millió REM sugárdózis jó. A küszöbértékek ismeretének révén valószínűsíthető, hány végzetes, vagyis halált okozó rák esik majd 1 millió emberre. Az Európa, illetve a Szovjetunió lakosságára jutó sok millió REM sugárdózis összeadásával kiszámítható, hogy a csernobili baleset következtében mintegy 50 000 kapnak majd rákot. Más számítások szerint azonban a rákos megbetegedések száma nagyobb lesz. Elérheti a 80 000, sőt, a 100 000 is meghaladhatja. A félelem és a hallgatás az emberekben kételyeket szül. Nehéz egyszerűen hinniük azoknak, akik évekig titkolóztak. Azt beszélik, az óna környékén nem bontják fel a halottakat. Meg lehet azokban a járásokban, ahol nem boncoltak, egyszerűen nincs is boncoló orvos. Nincs, és nem azért nem boncoltak, mert el akartak titkolni valamit. A baleset következtében a levegőbe került sugárszennyeződés részecske légzéssel, táplálkozással juthatott a szervezetbe. Az érzékelhetetlen mikroszkópikus méretű, erősen sugárzó részecske a tüdőben, a gyomorban megtámadja, és sorban lerombolja a sejteket, a szöveteket. Nyomát rákosodó, pusztuló sejtek jelzik. A sugárszennyeződés az AIDS-hez hasonlóan fokozatosan gyöngíti, és végül teljesen semlegesíti a szervezet védelmi rendszerét. A szervezet így módon elveszti ellenálló képességét, tehetetlenné válik a betegségekkel szemben. A katasztrófa óta a zóna környékén rákban, leukémiában, infarktusban, agyvérzésben elhunytak esetben a halál okát az orvosok diagnózisukban nem hozzák összefüggésbe a sugárzással. Csernobilról hallgatnak, mintha a szervezet, a bőr nem károsodhatott volna. A katasztrófa, a sugárzás sehol nem szerepel, mint a betegség oka, potenciális elindítója. A szennyeződés a széllel sok száz, sok ezer kilométerre is eljuthatott. Megbújik valahol a talajban, járókelők lépnek át rajta, kerekek tapossák, míg egyszer csak ismét fölröpíti a szél, és végül kiszemelt áldozatának szervezetébe kerülve megkezdi kíméletlen romboló útját, amelynek vége a test sorvadása és a halál. Ezek a felvételek egy emberi szervezetbe került sugárszennyeződés részecske géppisztoly sorozathoz hasonló útját mutatják be. Lassan, kíméletlen módszerességgel rombolja le az útjába kerülő egészséges sejteket. A hiroshimai és a nagaszaki atombomba robbanások sugárbetegeinek rendkívül alapos vizsgálata azt mutatja, hogy a rák sok-sok esztendővel azután fejlődik csak ki, hogy az ember sugárzás érte. Csernobil esetében azonban nem szabad megfeledkeznünk két dologról. Először is. A katasztrófa egyik következményeként meggyöngült a szervezet védekező ellenálló képessége, immunitása. Márpedig az immunrendszer fontos szerepet játszik az úgynevezett spontán rákok esetében. Minden ember szervezetében keletkezhetnek spontán rákok. Az átalakuló, elváltozó sejtek daganatokat eredményezhetnek. Ám a szervezet a maga védelmi rendszerének segítségével földeríti, felkutatja és időben megsemmisíti a beteg sejteket. Az ember egészsége tehát az immunrendszer ellenőrzésének köszönhetően nem károsodik. A szervezet még hosszú éveken át kielégítően funkcionál. Ha azonban a védelmi rendszer meggyengül, a rossz indulatú daganatok továbbfejlődését már semmi nem akadályozza meg, és ez végzetes következményekkel jár. A másik fontos tényező. A robbanás után az emberek olyan sugárfelhőbe kerültek, amelyet elsősorban radioaktív jódizotópok alkottak. A jódizotópok a pajzsmirigyben gyűltek föl nagy mennyiségben, különösen azoknál, akik a balesetet követő napokban a zónában tartózkodtak. A radioaktív jódizotóp elemi erő csapása megbontja a szervezet hormonális egyensúlyát, és ennek következtében ugyancsak rossz indulatú daganatok keletkezhetnek. Vagyis a robbanás révén a reaktorból kikerült radioaktív jódizotópok a pajzsmirigyben felgyűlve felborítják a szervezet hormonális egyensúlyát, és rákos megbetegedést okozhatnak. A zónában nem élnek emberek.
A zónával határos településeken viszont igen. Holott a sugárzás helyenként itt is a normális 10-20-szorosa, és a rákos megbetegedések száma is megsokszorozódott. A veszélyeztetett falvak lakói elvben csak ide szállított, ellenőrzött élelmiszert fogyaszthatnak. Földjük sugárszennyezett, a kertben termett zöldség, gyümölcs mérgezett, az itt lakók nem fürödhetnek a folyóban, nem járhatnak az erdőbe. Az orvosok azt mondják, lehet itt élni, de orvosok errefelé már alig vannak. A veszélyeztetett településekről azok távoznak elsőként, akik valamennyire is tisztában vannak a veszéllyel. A maradást megfizetik. A bérek itt 25%-kal magasabbak, kalóriapénzt adnak, a gyermekek pedig ingyen étkezhetnek. Ha az emberek elköltöznek, itt hagynak házat, földet, kedvezményt, magasabb bért. Márpedig az állam, pénzhiányra hivatkozva, nem garantál másutt, sem házat, sem földet. Az ember különös lény, gyorsan alkalmazkodik a körülményekhez, s mert a sugárzást nem érzékeli, hamar megfeledkezik a félelemről, hiszen látszólag semmi sem változott, nem égett le a ház, nem dőltek össze a falak, és előbb-utóbb a kertben termett sugárszennyezett zöldséget is csak megeszi, a sugárszennyezett erdőbe is csak eljár gombáért, s a sugárszennyezett folyóban is csak-csak megmártózik. Énekóra a gornosztálykori iskolában. Errefelé a gyerekek személyi számítógépek helyett személyi sugármérő készülékek rejtelmeivel ismerkednek, és nem csodálkoznak, ha odahaza kétfejű csikó, hatlábú macska születik. Az orvosok szerint az itteni gyerekek sápadtabbak, fáradékonyabbak és gyakran betegeskednek. Látásuk gyorsan romlik, fejük hamar megfájdul. Gyönge szervezetük rosszul viseli a sugárzást. Könnyű áldozatai a leselkedő halálnak. A hatóságok igyekeznek megnyugtatni az embereket. A tervek szerint idén 100 000 sugármérő készüléket osztanak ki a falvak lakói között. Doguzsijev miniszterelnök helyettes elvtárs vezetésével lejött ezekbe a járásokba egy kormánybizottság, egy nagy csoport miniszter és ágazati vezető. A lakosság részvételével több ezres nagy gyűlést tartottak. Előfordultak provokációk is. A szigorú ellenőrzés alatt tartott veszélyeztetett falvakból néhány asszony azt kiáltozta: maguk arra kényszerítenek bennünket, hogy maradjunk, pedig a házamban 2 röntgen a sugárzás. Na, most mit lehet tenni ilyen esetben? Azonnal ott a helyszínen nem lehet megcáfolni, amit állítanak. De meg lehet-e győzni az embereket? Talán eltúlozzák a veszélyt, talán pánikba esnek, talán tudatlanságuk okozza félelmüket, de mégiscsak nekik kell itt élniük, és az ő gyerekeik betegednek meg. Új iskolát, kultúrházat, uszodát építenek, nekik bevezetik a gázt. És a kiderül, hogy hiába. És a 10-20 év múltán megállapítják, valóban hiba volt maradásra bírni az embereket. A sugárzás lakonról, és azok, akik most lebeszélik a távozásról az itt lakókat, innen nagyon-nagyon messze biztonságos sugármentes területen élnek. A boltokban errefelé jobb az ellátás, mint a nagyvárosokban, s Kijevvel, Moszkvával ellentétben itt divatosabb holmikat, sőt, szappant és fogkrémet is lehet kapni. De vajon elég ez? A környezetvédők szerint nem. Több százezer embert kellene azonnal kitelepíteni, biztonságosabb helyre költöztetni. Erre azonban egyelőre nincs pénz. Elég baj, hogy az emberek ott éltek 3 évig, és mi eltitkoltuk a valóságot. Nem közöltünk sugártérképeket. De még nincs veszve semmi. A katasztrófa következtében 10 000 négyzetkilométer szennyeződött. Ez 2 átlagos magyar megye területe. 120 000 embert evakuáltak akkor, most további 130 000 költöztetnek el. Több mint 400 falut és várost kell elhagyni. De az ökológusok szerint ennél jóval többen élnek veszélyeztetett, sugárszennyezett helyeken. Ezek a térképek a sugárszennyezett területekről készültek. Nemrég még csak a szakértőkhöz jutottak el, ma már a veszélyeztetett falvak lakói is találkozhatnak velük a helyi lapokban.
Itt van például a Vlagyimirszkaja utca 38. Elolvashatja, megtudhatja, óránként hány milliröntgen most ezen a portán a sugárzás. Például a levegőben. Na mit olvassak még? Vegyük a Gagarin utca 14-et. A levegőben a sugárzás 1,149, a talaj szintjén 0,588, magas. Ez még elfogadható? Nem, magas. És mit kell tenni? Föl kell szedni, ki kell cserélni a talajt, hogy ne szennyezze a levegőt, ezt fogjuk tenni. Ott most élnek emberek? Élnek, élnek. Csernobiltól 130 kilométerre Kijevben egy speciális műszerekkel felszerelt meteorológiai állomáson mérik a sugárzást. 1988-ig minden adat titkos volt, és csak a kiválasztottak szűk köréhez juthatott el. A Glasnost szelleme azonban végül ide is betört, s ma már az információk nyilvánosak. Itt most éppen a Pripyat folyó vizében mért adatokat dolgozzák föl. A Pripyat medre rendkívül szennyezett, s az a veszély fenyeget, hogy a Dnyeprt és a Fekete-tengert is megmérgezi. Ráadásul a harckocsikkal földbe taposott, sugárzó vörös erdő most a talajvizet szennyezi, s ez a Pripyatba kerülve újabb veszélyforrása. A vörös erdőt valószínűleg ki kell ásni, és újra be kell temetni valahol egy nukleáris temető mélyén. Ezekben a laboratóriumokban mérik a víz sugárszennyezettségét. Itt pedig a zónából származó sugárszennyezett földet csomagolják, hogy Moszkvába küldjék újabb ellenőrzésre. A kapott adatokat műholdon keresztül továbbítják a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek. Ezek a jelentések alig ha jutnak el a zóna környéki veszélyeztetett falvak lakóihoz. Igaz, a bonyolult számsorokkal alig ha tudnának megkezdeni. Nem mozdultunk mindenet tapottat sem. Küldött ugyanértünk a kolhoz elnök egy kocsit, de azt mondtuk, maradunk, majd meglátjuk, mi lesz. Így aztán mindvégig itt maradtunk. Sokan elmentek innen? Hát akkor mindenki elment innen, mindenki. Ön nem félt a sugárzástól? Ugyan, minek féljek én már? Lassan 80 leszek, mitől kellene félnem? Így is elvisz a halál. Ahogy elnézem, elég sokan visszatértek már a faluba. Van most sugárzás? Hát most már nem nagyon veszi észre az ember. Azelőtt a kertbe se tudtam lemenni, anélkül, hogy a számban valami keserű íz ne éreztem volna, egyenesen folytogatott. Most meg már észre sem veszem. De az emberek itt a faluban betegek tőle, főleg a gyerekek. Adj Isten! Itt vannak a késeid. Hányszor könyörögtem már, hogy hozzák vissza? Ön is itt volt a csernobili baleset idején? Azt kérdi, hol voltál a balesetkor? Otthon. Otthon, és azután sem utazott el sehova? Nem mentem én sehova. Nem félt? Az én koromban, fiacskám, az ember már nem fél semmit. Nem ez a szörnyű. Csak attól mentsen meg az Isten, hogy még egyszer kitelepítsenek. Mert egyszer elég volt. A háború idején? Nem. A vízerőmű miatt. Itt a Dnyepren építették. Ott volt a házunk a Dnyepr partján. Ahol a Pripyat beleömlik, ott éltem én.
Oda vezeték a Dnyepr vizét. Minket meg elköltöztettek. Egy innen 20 kilométerre lévő faluból költöztették ide még a csernobili baleset előtt, a vízerőmű miatt. Most meg már nincs kihez mennie. Egy fivére él még, de az is. Itt üldögélünk, és sehová nem járunk már. Elüldögélünk, amíg le nem jár az időnk. Igen. Nem félünk mi már semmitől. Az ember mindent elveszít. Igen? Mindent elveszít. Az uramat megölték, a gyerekeim mind meghaltak. Csak én maradtam itt egymagam ezen a világon. Egyedül a bánatommal. Három gyermekem volt, már a földben vannak. Az uram a fronton esett el. Csak én kínlódom itt egyedül. Csernobil volt polgármestere, házát is, városát is a zónában hagyta. Milyen most a helyzet Csernobilban? Mikor térhetnek oda vissza az emberek? Hogy mikor? Nehéz lenne azt megmondani. Nem csak azért, mert még mindig magas a sugárzás. Sem a tudósok, sem az orvosok nem tudnak ma még végleges választ adni erre a kérdésre. Véleményem szerint Csernobil problémáját nem minden szemszögből vizsgálták még meg. Éppen ezért mi jobbnak látjuk, ha egyelőre nem tér oda-vissza senki. Nem érdemes kockáztatni. Mégis, mikor lehet oda visszaköltözni? Mit mondanak erről a tudósok? A tudósok szerint még legalább 20 esztendeig alig ha lehet visszamenni Csernobilba. Meg lehet, hogy még akkor sem. Nekek, de mikor térhetnek oda vissza az emberek? A zónába? Igen. Én szerintem 100 év múlva. A zóna távozó látogatói átesnek a sugár ellenőrzés első procedúráján. Ezt a nyomógombot a fölrobbant reaktor sugárzó roncsai közül szedték ki. Vajon mit jelez a műszer ebben az esetben? A zónában esteledik. Csak az ellenőrző állomások gyérfényei mutatják az utat. Paradox helyzet. A közelben atomerőmű üzemel, amely egy kisebb országot el tud látni villamos energiával, miközben körülötte egy néhány ezer négyzetkilométeres szabálytalan kör alakú területen nem égnek lámpák. Nincs kinek világítani. Thank you.
Sok százezer ember, felnőtt és gyerek él máig is veszélyeztetett településeken. Ahhoz, hogy őket elköltöztessék és biztonságos, sugármentes vidéken letelepítsék, becslések szerint 20 milliárd rubelre lenne szükség. A Szovjetunió költségvetése az 1990-es esztendőre 71 milliárd rubelt szán katonai kiadásokra.